A Bátony terenye otthonában lépett dobóállásba a hétvégén a Nyíregyházi Tekke Klub NB1-es csapata. A Nógrád megyei együttes idén még nem kapott ki hazai pályán, ezt a sorozatot szerették volna megtörni a mieink. A cél az volt, hogy pontot pontokat raboljanak tőlük. A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően egy nagy csatával kezdődött. Fehér Béla játékosunk a 627 fával idei legjobb teljesítményét nyújtotta, nem csak ő maga, hanem a csapat legjobb teljesítményét is, és ez kevés volt a pontszerzéshez, úgyhogy a hazaiak egyik stabil játékosa idénybeli messze legjobbját gurította, és egy kiki mérkőzést vívhattak. Azonban mellett a Magyarorsi Péternek a 587 fája az egy nagyon fontos pontszerzés volt számunkra, és közel 40 fás előnyt szállította részünkre. Így az első pár után egy-egyre álltunk, és már 20 fával vezettünk, és a középső sorban volt fontos pontszerzési lehetőség a Szegő Leventének, illetve a Kastora Zsoltnak. Hozzáteszem, mindkettőnek nagyon nehéz mérkőzése volt. Szegő Leventének kiújult a hátsérülése, így azonnal le kellett cserélni. Kastora Zsolt pedig az utolsó tarolások egyikében hibázott egyenlást, így végig kiélezett párharcban fordítani tudtak a hazaiak. Mivel a nyíregyháziak 3 fával vezettek, még ekkor sem volt nagy gond. Azonban Haker Dezsőnek és Finta Zoltánnak mindenképpen meg kellett nyernie a saját párharcát, ahhoz, hogy győztesen hagyhassák el a Bátony terenyei katlant. Végig fejfej mellett haladtunk, jó magamnak sikerült már a harmadik szettbe megszerezni a fontos csapatpontot, így már csak a vígjátékra kellett koncentrálnom, míg a Haker Dezsőnek a végletekig kielezett párharcban, az utolsó 3 dobásban dőlt el csupán, hogy nem sikerült a csapatpontot megszereznie, azonban sikerült a eredményünket megtartani. 5 fával diadalmaskodni tudtunk, ami borzasztóan kis különbség egy ilyen tekemérkőzésen, és így, mivel 2 egyéni pontunk volt, a többlet fáj egy 3-2 ponttal, 4-4-es döntetlen tértünk fel a Bátor terenye otthonában, és mindenképpen elégedettek lehetünk ezzel az 1 ponttal, mert nem sok csapatnak termett eddig babér ebben a tekecsarnokban. Ezen az értékes 4-4-es döntetlennel a mieink továbbra is vezetik a tabellát, és bár a BKV előre csapatához képest 1 pontot elbuktak, mindenképpen úgy érzik, hogy nagy lépést tettek a végső cél elérése érdekében. Ha sikerül megnyerniük a soron következő 2 hazai mérkőzésüket, úgy matematikailag is bajnokok lesznek az NB1 keleti csoportjában.